Sok szeretettel köszöntök mindenkit, megérkezik az Európa-bajnokság, az Európa-bajnokság második mérkőzése, méghozzá Svájc-Wales a Bakúi Olimpiai Stadionból. Azerbajdzsánban rendezik ugyanis ezt a mérkőzést, ez az EB második meccse. Az A csoportban tegnap Törökország őrült meccsen verte meg az Olimpikóban 5-4-re Olaszországot. Most viszont a csoport két másik tagja, Wales és Svájc csap össze egymással, és hát amelyik csapat itt ma vereséget szenved, az nagy valószínűséggel az is lehet, hogy lemondhat a továbbítási esélyének nagy részéről, de hogyha döntetlen lesz, abból csak a törökök jönnének ki jól, úgyhogy jöjjenek a himnuszok. Egy olyan stadionban rendezik ezt a mérkőzést, amelynek egyébként a házigazdája nem jutott ki az EB-re. Bürki kezd a svájci kapuban, ez meglepetés, mindössze a 8. válogatott meccse ez. A Dortmund kapusának Rodriguez, Zakaria Akanji és Fabian Scher, a védők Freuler, Csaka a középpályán, Shakiri a támadó középpályás pozíciójában, két támadóval Vladimir Petkovic csapata, Admir Mehmedi és Brill Embolo kezd majd elől. Szóval, amit említettem, Bürki fog védeni, nem Sommer, ez némileg meglepetés azért a svájci csapat kapujánál. De Bürki, tehát a 8. válogatott meccsére készülhet, Sommer pedig ezt a meccset majd csak a kispadról tekintheti meg. Egyébként Granit Xhaka, az Arsenal középpályása viseli a csapatkapitányi karszalagot a mai mérkőzésen. Aztán a Velsziek kezdőjét, nincs meglepetés a kapuban, a Crystal Palace kapusa Véhenessi fog majd ott állni. Davies, Mappen, Chester és Dammet a védők, Ramsey Allen, majd a védekező középpályások, Wilson Brooks és Daniel James a támadó középpályások, elő pedig majd Gareth Bale, aki a Velszi csapatkapitányi karszalagot viseli. Természetesen Bale és Shakiri, akiket itt nagyon ki lehet emelni, nyilván vannak még többen is, de talán az ő nevük a legismerősebb. Közben pedig már is itt az első gólhelyzet Svájc adott, Embolo tenné be sarokkal, viszont jól zárt a Velszi védelem, pirosban egyébként Svájc, Wales pedig fehérben. Shakiri közben egy nagy lövéssel, és ez mellé fölé, de megvolt az első lövési kísérlet. A Liverpool játékosa, és ennél Shakiri küldte meg a kaput. Nem találta el Hennessy kapuját ez a kísérlet. Wales ugye egy csoportban volt azzal az Azerbajdzsánnal, amely rendez ugyan EB-t, de nincsen kin ezen az Európa-bajnokságon. A selejtezőkben mindössze a házigazdák közül, a 12 házigazda közül egyedül az azeriek nem tudták kvalifikálni magukat, aztán utána később ugye még a románok és a skótok sem. Mbabu mehet közben, Mbabu adja be, ott a gólhelyzet Brill Embolo mellé! A második helyzet is Svájc előtt, de ez most már nagyon nagy zicser volt. Mbabu beadja, Embolo pedig eltette a kapus mellett, és a kapu mellett is. Wales hatalmas versenyfutásban volt ugye a horvátokkal, a szlovákokkal is velünk, de végül sajnos ennek mi ittuk meg a levét, és 2-0-ra kikaptunk, ugye Cardiffban azzal jutott ki Wales az EB-re, Svájc pedig főleg a dánokkal és az írekkel vívott nagy csatát, végül az írek kvalifikálták magukat pótselejtezen, a dánok pedig a svájciakkal együtt párban kijutottak a D csoportból az EB-selejtezőkre. Daniel James, aki ugye már a Manchester United játékosának mondhatja magát lassan egy éve. Közben a beadás, ott a lehetőség, bizony Wales előtt ott a fejes. De fölé a Ramsey, a Juventus játékosa. Egykoron még egy éve, ugye még Xhakával ők alkották a középpályát, most egymás ellen Ramsey és Granit Xhaka. Ramsey duplázott ugye azon a Magyarország elleni meccsen, amikor 2-0-ra nyert a Velszi válogatott, és ezzel ők jutottak ki az EB-re. Na hát, mi is sikerrel vettük itt a pócselejtezőket, az Euro rájátszásait, és hát végül mi is itt vagyunk. Embolo! Embolo, ott hagyja a védőit, Embolo, az nagy zicser, Embolo gól! Vezet Svájc a 15. percben, Embolo ezt az zicsert már berúgja.
Eddig sem volt unalmas találkozó, volt eddig három helyzet, három lövés, de az első kaput talált kísérlet bent is van. A korábbi Schalke jelenleg Mönchengladbach csatár Brillembolo góljával tehát vezet Svájc. És megvan az Európa-bajnokság tizedik gólja, és a mai nap első gólja. Ma ugye már tényleg rendes menetrend szerint megyünk szombaton, május 2-án, hiszen a Wales-Svájc meccs után a B csoport meccsei következnek. Egy kis promóció, egy kis ajánló a tisztelt nézők figyelmébe. Ezután jön majd Kopenhágából a Dánia-Finnország, este pedig egy belga-orosz rangadóval zárjuk a napot, és hogyha minden igaz, valószínűleg megint vendégünk lesz Foci Hun, akivel kielemezzük kicsit a meccseket az Út a Wembleybe című műsor első részében. Itt pedig majdnem az egyenlítés, csak hogy lesz, de Román Bürki igazolja, hogy azért nem hiába került be Jan Sommer helyére, és nem hiába kapott bizalmat Petkovic-tól, a bosnyák származású szövetségi kapitánytól. Ugye a túloldalon pedig a korábbi Manchester United legenda, ha szabad így fogalmazni, Ryan Giggs ül a Velsziek kispadján. Wales és Svájc is ott volt a 16-os EB-n, bizony Wales eljutott az elődöntőig, az óriási szenzáció volt. Előtte több évig, több évtizedig nem is szerepeltek semmilyen világtornán a Velsziek. És most dobhat Svájc, akik ugye a 8-at döntőben estek ki mind a VB-ről, mind az EB-ről legutóbb. Viszont Shaqiri ollózós gólya lengyelek ellen szerintem még sok futballszurkolóban a mai napig hevesen él Brooks. És azért bízunk benne, hogy látunk hasonlóan szép gólt, akár tőle, akár valakitől ezen az EB-n. Brooks, Harry Wilson és Cher szerel. Mbabu, szép cselel hozta el a labdát Brooks mellett, Mbabu még. Mbolo, akinek a gólja dönt egyelőre Svájc javára, 10 hely választja el a két csapatot egyébként a FIFA ranglistán, Shaqiri közben, Shaqiri! Végül leszerelték. Wilson. Svájc a 8., Wales pedig a 18. Wilson. Daniel James. Jó csel James-től, James. Kéri bent középen Bale, és ő is fejjel mellé. Az első labdaérintése volt talán ez Gareth Bale-nek. Legfeljebb a második eddig a meccsen. Velszi csapatkapitány nem tudott most gólt szerezni. Nagyon nagy pletykák vannak róla, hogy elmegy a Real Madridtól. Tavaly is így volt, ez végül maradt. Aztán idén mégsem tudott jó szezont futni Bale, akár csak az előző szezonban. Hát nem csak Shaqirinek, hanem Bale-nek is van nagyon emlékezetes ollózós gólja. Ugye a 2018-as BL döntőből a Real Liverpool meccsről. Ha már az ollózós góloknál tartunk. Közben Shaqiri kap nagy labdát, Shaqiri ellövi, és ott a védés Wayne Hennessy-től. Szöglettel jöhetnek majd a svájciak. Mbolo most majdnem adott egy gólpaszt a gólja után, és most a túloldalon Shaqiri hagyta ki ezt a nagy svájci lehetőséget. Kicsit jobban nyom Svájc, meg is érdemelten vezet, de azért Wales is felfeltűnik ezen a bakui meccsen. Shaqiri, Zakaria, sikerül kivágni, az Rodriguezé lesz. Ha csak nem, James lefutja, és lefutja Ricardo Rodriguez. Itt a gólhelyzet, James, micsoda gólt lő! Egyenlít Wales. Hát ez nem Bürkin múlott, nagyon szépen átemelte a Manchester United fiatalja. Egy-egy, egy kontra után egyenlítenek a Walesiek. Óriási labdát kapott, és jól tolja meg, lefutja Rodriguezt. És beemeli az egyenlítő gól Daniel James. A szlovákok elleni EB-selejtezőt döntött el egy éve márciusban, utána aztán nyáron leigazolt őt a United, most pedig a Velszi válogatottban az Európa-bajnokságon egy nagyon fontos gólt szerez. Egyenlít Velsz. Daniel James góljával, 35. perc. Az EB egyik legszebb gólja lehet akár ez. Mbabu. Nagyon szép cselekkel Mbabu, az szabálytalan. Mehmet Yildiraz játékvezetőbe is húj a szabadrúgása. Tegnap játszottak ugye a törökök, ma pedig egy török játékvezető. Egyébként, róla még nem esett szó,
Mehmed Yildiraz vezeti a mérkőzést, a torna második meccsét. James! Wilson, Daniel James, Davis. És Csaka. Shaqiri, Embolo, Mehmedi, még megtartja, Embolo, úgy jó, ott a lövés is, és megpattan Freuler kísérlete. Hennessy fogja. Freulernek ez a 10. válogatott meccse. Ő is jó szezont fut idén az Atalantával a szériában, Wilson. Bale. Brooks, Mbabu. Granit Xhaka, mehet most ebből Svájc. Xhaka, Mehmedi indul, ott kéri Embolo, Mehmedi. Mehmedi, 4 perc a hosszabbítás, Shaqiri. Lepattan a blokkról. James. Damit. Freuler. Csúszott, és ebből dobhat majd Wells. Allen. Wilson. Az már kint volt. Hát most tényleg kint volt. És azt hiszem ez lesz az első félidő utolsó momentuma. Rodriguez dobja be. És itt a vége. Rodrigueznek is azért volt úgymond a svájciak szempontjából negatív szerepe a gólban, de itt sem akármilyen góllal egyenlített ki Daniel James, úgyhogy Wales Svájc 1-1, egy nagyon jó és szórakoztató mérkőzésen, én úgy gondolom, ha nincs is annyi gól, mint a tegnapi olasz törökön, hamarosan jövünk a folytatással. Chester. Elkezdődött a második félidő. Wells hozhatja a labdát. Harry Wilson. Allen. Seferovic jött egyébként a svájci csapatba. A Benfica támadója. Közben ott a lövés, amit Bürki fog. Ez könnyű csemege volt a Dortmund kapusának. Eddig egyébként nagyon nem lehetett Bürkit hibáztatni, sőt. Freuler közben, kíváncsi vagyok, hogy Sommer védhet-e ezen az EB-n, esetleg az olaszok vagy a törökök ellen. A papírformát nézzük, a torna előtt mindenki az A csoportban, ugye a második vagy esetleg a harmadik továbbítóra tippelhetett, hogy az olaszok mögött ki fog továbbítni ebből a három csapatból. Allen közben, Allen lövi el, és az oldal álló csúrolja a kísérlete a korábbi Liverpool játékosnak. Szóval visszatérve erre az előző gondolatmenetre, hogy itt az olaszok mögött lett körbeverés, hát a tegnapi meccs ez már rögtön borította a papírformát, viszont az, hogy emberhátrányban rúgtak 4-et az olaszok, az azért nem enged arra következtetni, hogy mondjuk. Közben Zakaria egy kis bemutatót tartott, szóval nem enged arra következtetni, hogy esetleg itt az olaszokat ennyire le kelljen becsülni, nyilván nem is fogja egyik csapat sem. De most tényleg nagyon fontos meccs, ez már a török győzelem miatt is mind a két együttesnek, miközben ott volt egy passz, csak az pont a két svájci között a Velszi védőt találta meg, úgyhogy dobhatnak a svájciak. Csaká kapja. Freuler. Shaqiri. Seferovic. Seferovic. Szép trükkökkel tartotta meg, majd egy Freuler lövés. Hennessy. Ennyi csak megkínálgatják a kapusokat a második fél időben, viszont az Allen lövése tényleg veszélyesebb volt, abban volt erő, csak ez meg a kaput nem találta el. Shaqiri, Seferovic, ott kéri Embolo. Nagyon szép játék eddig, Freuler kapja, és ellövi Freuler mellé. Na ez hasonlóan szép gól lehetett volna, mint James-é, már csak az összjáték miatt is. Freuler nem tudott gólt lőni. Laurence jön Brooks helyre, cserélnek a Velsziek a 62. percben. A brit csapatok közül sem a skótok, sem az északírek nem jutottak ki. Az északírek a 4 évvel ezelőtti EB-n ott voltak, viszont ugye azért Anglia és Wales itt van, meg hát még Írország is. Meg az északíreket verték pócselejtezőn, csak a kapásból megpattan! Szöglet.
Azért így sem volt veszélytelen, hogy megpattant, de lehet, hogy veszélyesebb lett volna, hogyha nem teszi bele a lábát. Jól láttam, Lawrence. Na de, jöhet a svájciak szöglete a 65. percben. Serdán Shaqiri. Kiütötte a kapus, ott a fejes, Zakaria. Zakaria az jó passz, Freuler átveszi, Freuler még mindig Freuler. Ben Davies. Az erős neves csapatban játszik, hogy a Tottenham bal hátvédje, és most azzal, hogy Rose kölcsönben van a Newcastle-nél, így azért jóval több játék lehetőséget kap. Szóval azért ott van még Sessegnon is akár rossz riválisnak, közben Seferovic, viszont azért őt gyakrabban játszhatják, vagy inkább középpályán, vagy sokszor sehogy. Lawrence. Tom Lawrence előre, az pedig úgy, a kapusé, a Román Bürki fogja. Kapja Rodriguez. Télen, hogy a PSV-be ment a Milántól. Seferovic. Shaqiri. Kapja Embolo. Embolo még mindig ott van. Embolo sarokkal. Nagy meglát a Seferovic teker. Hennessy kezébe. Megint egy szép svájci összjátékot láttunk, viszont kicsit gyenge volt ez a lövés. A Ramsey. Daniel James, Ramsey kapja vissza James-től. Szép összjáték a két játékos között, és megint kapja a James. És vissza Ramsey-nek? Nem, James egyedül beindul. James még. És szerelik Ricardo Rodriguez. Velszi szöglet a 77. percben, egy-egy a meccs állása. Joe Allen-t kapja le Ryan Giggs. És cserél Svájc is, Freuler, aki lemegy, illetve Fabian Scher, úgyhogy kettőt is cserélt Vladimir Petkovic. Walks jött egyébként talán helyére a Velszieknél, ott a szöglet közben sikerül kifejelni, jött Stefan is, Freuler helyére, illetve Elved is ért váltotta. Ott a fejes is, hoppá, Bürki! Kellett rávetődni, azért nem volt veszélytelen. Ez sem, de egy szép reflex mozdulattal odaért a Dortmund kapusa. Walks. Walks, Lawrence. Imbabu. Zakaria. Stefan. Shaqiri. Seferovic ott megy, ne menne Embolo Chester. Dami. Davies. Wilson, Lawrence. Lawrence, Wilson, Davies. Lawrence, Mbabu. És egy eladott labda, akár csak tegnap, és sokszor az olasz-török meccsen. Még egy lövés, ezt is védi, ezt majd védi a Bürki, az előző pedig a blokkban halt el. Na! Most Wells itt a végén feltámadt. Walks, James. Beadja, ott a fejes is, ez mellé. Hiába nyomott Svájc a második félidő első felében, második felére a félidőnek Wales összekapta magát, és most ők veszélyeztetnek többet. Azt hiszem, itt tényleg megérdemelt lenne a döntetlen ezen a meccsen. Rodriguez, viszont korán sem biztos, hogy döntetlen lesz. Rodriguez készíti le, Stefan! Stefan lő, Hennessy! Ki se jön róla, szép védés volt. És akkor azt hiszem, itt lesz a vége a meccsnek. Embolo, Csaká, jó labda Seferovic zicserben, Seferovic kihagyja! És lefújja aztán a mérkőzést Yildiraz játékvezető. West Schweiz 1-1, két gól, de rengeteg helyzet és egy kiegyenlített meccs, ami igen szórakoztató volt. Én köszönöm a figyelmet, megyünk Kopenhágába, viszont hallásra, viszont látásra.